Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjön a Sanctuary Vóban, Tenno Vóban. Nos, aki lemaradt, mi az Istenről beszélek. Csináltam egy videót, aminek az volt a címe, hogy Sanctuary Tenova, ahol arról beszéltem, hogy olyan warframe-ekkel menni a Sanctuary Onslaught-tól, amelyek nem arra termettek, hogy fenntartsák az effektivitást a Sanctuary Onslaught-on szólóban menni minimum 8 vévet, de vagy ameddig bírja az ember, mert hogy egyértelmű azért a Sanctuary Onslaught nem szólóra készült, nem olyan könnyebbiket még lehet szólózni. Egy bizonyos levelig, ugye egy bizonyos, a legutóbbi frissítés után, a 10. level után nagyon sokkal gyorsabban esik az effektivitás, így aztán macerább megmaradni, nem hogy szólóban. Na mindegy, a videó még ezen frissítés előtt készült, azért láthatjátok ott fönt, hogy halhatatlan a WoW-banom, mert akkor volt neki még ez a bug, amikor ha Tenóval mentél át a kapu, halhatatlanná váltál. Na mindegy, de ettől függetlenül látni fogjátok a videóban, hogy nem azért működik a build, mert hogy halhatatlan vagyok, mert más pályákon nem voltam az. Tehát ilyen random megtörtént a dolog, nem tudtam, hogy tényleg egy ilyen létező bug van akkor, amikor készült ez a videó. Nos, srácok, egy érdekes küzdelem volt a WoW-bannal, amire eljutottam odáig, és sok-sok tesztelgetés árán, azért láthatjátok ezt a Zone 5-től, mert hogy igyekeztem valami olyasmit kitalálni, ugye, és mindig így tesztelgettem, és amikor Zone 5-nél rájöttem, hogy basszus, ez beválik, akkor gyorsan benyomtam a rögzítést, mert hogy Zone 5-i konkrétan a pályán futkorászol el az enemik mellett, akkor is belehalnak, és fent lehet tartani az effektivitást, de hogy Zone 5-6 környékén azért már egy kicsit megedződnek az enemik, és tényleg muszáj ölni ahhoz, hogy történjen. Továbbá ugye az egésznek a lényege, hogy igyekezzük bevonni a Tenót is ebbe a harcba, és vele együtt tartani fel az effektivitást. Ez a Nova esetében az előző videóban fantasztikusan sikerült, úgyhogy most WoW-ban volt a sor. Hát marha sokat killottam vele. Először mentem egy kört a Perpetuum Vortex nevű augment módjával, ugye azt csinálja, hogy az ultiban folyamatosan dobálsz egy másik ultit, megnövekszik a fenntartó az ideje. Egy Max Range-es Perpetuum Vortex-es WoW-bannal 7 évig jutottam, de az nem volt elég. Szóval, hogy őszinte legyek, nagyon nehéz volt vele játszani, aztán tudtam én, hogy valahol valami van, ami az egyes képességét nagyon jóvá teszi a WoW-ban, mert az egyes képesség is igazából DPS-re nagyon erős a WoW-annak, úgyhogy van az egyes képességére a WoW-annak egy augment módja, ami azt csinálja, hogy két egyes képességet összeköt, és slash damage-et ad az enemynek azon felül, azon az áramon felül, amivel megrázza az enemiket, és az egész buildet végül, a végső buildet, amit látni fogtok, meg fogok mutatni, az egyes képesség köré építettem, és a Zenuric Master Race Forever, a Zenuricnak ugye az áram DPS-e köré, továbbá a Zenuricnak nem csak azon haszna volt, hogy rásegítsen a DPS-re, amikor és ahol kellett, hanem az életben tartási funkció is. Ugye, amit láthatjátok, nem über élettel mozgolódik ez a szerencsétlen WoW-ban. Egy bizonyos szint után igen, csak egy hit lesz az ember, így aztán a Tenomban benne van egy árkén, ugye, ami visszatölti az életet a Warframe-be, hogyha kijövök Tenóval a Warframe-ből. Szóval egy ilyen kombinációval eshetett meg azon csodálatos dolog, hogy azért a mobok elég nehézkesen tudtak lelőni, mert hogy Tenóval mindig visszatöltöttem az életemet. Az egyes képességet dobálva igyekeztem minél jobban helytállni. Na most természetesen a játék, ahogy illik, azért meg tud szivatni, és hogyha egy ilyen pályát fogsz ki, mint például ez, akkor az effektivitást elég macera fenntartani. Macera volt fenntartani, és majd látni is fogjátok ezt a későbbiekben, az armoros enemik ellen feltartani az effektivitást, tehát az első ott gondok ott kezdődtek. Még azt sem lett volna a baj, csak a baj igazából az, hogy korrupted enemiket fogtunk ki viszonylag nagy pályán, és az eléggé azért megkívánja az embernek a
hogy is mondjam, odafigyelését, és egy adott pont után már itt a zón 7, ahogy következik, már nagyon nehéz volt fenntartani az effektivitás pontosan. Nem is pályamért, hanem inkább az enemy miatt, ami volt. Tehát velük volt nagyon nehéz elbánni, és sokat kellett fókuszálni a túlélésre, és ez volt, amit droppolt a life supportot. Viszont, hogyha ezen véveket túléled, vagy szerencséd van, és kifogsz egy másfajta enemit, egy infestedet, egy korpuszt, egy sima greenért, akkor a túlélési esélyek nagyobbak, a DPS sokkal jobban megnövekszik, mert azért a corrupted elég ellenálló tud lenni DPS-ekkel szembe. Továbbá a többi buildnek a lényeg, ott, ahol olyan enemik voltak, amik több armorra vagy több élettel rendelkeztek, mint egy Ancient Healer, vagy Heavy Gunner, azoknál egyszerűen ugye Arca Plasmor be és enemi kiiktatása, tehát a nagyobb élettel rendelkező enemik, vagy ellenállással rendelkező enemiket kiiktatni fegyverrel, a többi tenóval, illetve egyes képességnek köszönhetővel. És persze, hát azért a játék egy bizonyos szempontból meg tud szivatni. Ha nem fogod ki a jó enemit, akkor kicsit macerál fennmaradni, ezt látni is fogjátok. Na de, nem húzom tovább az időt, meg szeretném mutatni nektek akkor a buildet, amit kitaláltam WoW-banra, és az arkéneket, és blablabla, mindent. Nos, ami a WoW-ban buildet néz ki, így néz ki, amit láthatjátok, nagyon olcsó, nem kell leformázni se, a Prime esetében, szóval, hogyha arra kerül a sor, hogy a sima WoW-bannal mész, akkor az 1-2-3 formát fog jelenteni, a Tesla Link lenne az az Augment mód, ami segít a extra slash damage-et adni a sima sebzés mellett, amint láthatjátok, tehát ledobod, ezek összekötődnek, az enemy, aki áthalad rajta, kap egy extra slash damage-et, ezért is az infested az egyik legkönnyebb enemy ebből a szempontból, de ahogy láthatjátok a videóban körbe-körbe ugrálva, teljes mértékben lehet zúzni az enemiket. Szerencsétlenül ki kell fogd azt a bizonyos enemit. Arcane Energize, akinek van, nekem is csak egyes szintű, szóval nem nagy dolog, de az Energy Siphon és az Enuriknak a energia biztosítása simán fenntartja a dolgokat. Ez lenne a build. Kifejezetten Sanctuary onslótra, srácok, szóval el lehet vele ökörködni gyengébb Survivor-ökön vagy valami, de inkább arra készült, ami a Tenó iskolát illeti, Zenorik természetesen vissza tudja tölteni az energiát, úgyhogy az Energizing Dash-nek jó, hogyha maxos. Void Singularity, Volt Aimless, Lightning Dash, ezek jó, hogyha ki vannak húzva, ezek azok, amik igazán rá segítenek a damage-re, hogy őszinte legyek. Ami a Arcaneket illeti a Tenóban, azok pedig az egyik a Magus Vigor, hogyha kijössz a Warframe-edből plusz 200 életet ad, a másik a Magus Noris, hogyha kijössz a Warframe-ekből, akkor visszatölt neki 25 életet per másodperc című történet. Nos, ja, a fegyverbe is lehet rakni árként, srácok, de én most húztam ki egy új ampot, úgyhogy még nem jutottam el odáig, de hogyha attól függ, hogy milyen adatai vannak az ampodnak, annak megfelelően tudsz belerakni valamiféle árként, mint például én ebbe egy strike-ot, és ami 20%-os eséllyel 60% kritikus damage-et ad 4 másodpercig, szóval növeljem a damage-et. Szóval az ampok esetében, amit beleraksz árként, az meghatározza, hogy milyen ampod van, című történet. Nos, srácok, ennyi lett volna a Sanctuary WoW-ban, egy fun build, megint csak mondom, jól el lehet vele ökörködni, és meglepően felemeli a játék élményt arra szintre, hogy lehessen, hogy élvezni legyen, ne az legyen csak, hogy állsz egy helybe és damage-elsz, hanem hogy úgy élvezd a játékot, nem feltétlenül szólóban természetesen, de szólóban is lehet, és hát ja, egyszerűen erre készült, hogy móka legyen az egész történet.
Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, Discord szerverünkön megtaláltok, bárki számára elérhető, nyugodtan lehet csatlakozni kérdéseteket itt a videó alatt, vagy Facebookon is feltehetitek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Like God.